hollókölyiek ünnepi öltözéke szintén a tegnapot idézi. Ám ebben a hagyományőrző faluban is a szagos vizes locsolkodás a módi. Nagyon büdös? Igen. Ez olyan, igen, mint a molya. Francokat büdös. Jó. Akkor nincs más választás. Egy locsoló versen rukkolok elő. Zöldverdőben jártam, kékibaját láttam, el akart hervadni, szabad-e locsolni. Ez az egyetlen húsvéti versen. Nyilván vannak jobbak is, meg egyáltalán... Van még egyáltalán húsvét? Húsvét vasárnapjához számos munkatilalom is kapcsolódott. Nem volt szabad seperni, főzni, varni, nem hajtották ki, és nem is fogták be az állatokat. Húsvét vasárnap jelentkezik az Annó Budapest, és annak járunk utána, elsősorban az önök segítségével, hogy mi maradt meg azokból a hagyományokból, amelyek egykor a húsvétot jelentették, locsolás, tojásfestés, apukák részegen az árok szélén, és hát részeg biciklisek, illetve ittes autósok, illetve azok kiszűrése. Zoltán, alkoholt fogyasztottunk-e a mai nap folyamán? Igen. Szóval elég rendesen. Elég rendesen. Tele vagyok, mint a déli busz. Folyamatosan, Zoltán, ebben, mintha lufit fújnak. Hát két óra, ha belefújok. Majd meglátjuk. Fújjuk, Zoltán. Tökéletes. Nagyon precíz. Olna tüdőm, mint a bídél. Ez igen? Tessék, hogy pörög. Hogy ne pörögne? Hát nem is tudom. Szerintem jobban járok, ha becsuknak. Igen. Leülöm. Le? Én idetesek ilyen úgy látom, hogy ha beülök a börtönbe, se rosszabb, mint ha dolgozok egész. Végül nem csukták le, de a biciklit ott kellett hagynia egy kocsma előtt, őt meg bevitték újabb szondázásra a kapitányságra. Erről szólt egykor a húsvét, hogy ma miről szól, az egy más kérdés, de vissza az időbe, előre a múltba, vasárnap délután az Annóban. Happy Easter! Szabad, most van? Szabad. De inkább csak vízzel öntötték le, hogyha sikárt. Vízzel locsókodtak a gyerekek. Nem volt akkor még ilyen. Itt nálunk nem volt vésén olyan nagy divat. Mert mondom, az az igazság, hogy nem volt még akkor ilyen nagy divatban a kölni víz, meg a hasonló. Most már gáláns udvariaskodással folytatódik a locsolkodás. A lányok a tavasz szimbólumát, az első virágokat és termékenységet jelképező piros tojást ajándékoznak a legényeknek, azután megvendégelik őket. A mai rekord inkább azért kiemelkedő, mert 9 óra 20 perckor már 0,93 mg per ezreléket bírt fújni egy légalkoholmérő készülékünkbe az egyik helyi lakó.